Sziasztok! Rengeteg szeretnivaló ajándékötletet gyűjtöttem ma egy csokorba. Ebben a videóban megtaláltok legalább 7-8 ilyen kreatív ötletet, amit a közeledő Valentin nap alkalmából felhasználhattok, de akár névnapkor vagy születésnapkor is bevethettek. Nagyon kis kreatív, egyszerű ötletek lesznek, egészen a lottószelvénytől kezdve, a különleges vászonképen át a kipukkaszható lufikig, szóval mindenféle izgalmas dolog lesz itt hamarosan. Hogyha korábbi Valentin napi videóra vágytok, akkor nézzétek meg ezt a szívecskés párna videómat, ezt tavaly nagyon szerettétek, és ezt is elkészíthetitek barátotoknak, barátnőtöknek, szerelmeteknek. Vágjunk is bele, és kezdődjön az izgalmas Valentin napi ajándékparádé. Az első ajándékötlethez szükségetek lesz egy feszített vászonképre, ezen kívül akrilfestékre és egy egyszerű festő ragasztószalagra. Ezzel a ragasztószalaggal kell kiragasztani először a minta belsejét, amit nem fog festék érni. Én most egy szív alakot fogok felragasztani erre a vászonra, és utána pedig az ujjaitok segítségével különböző színekben körbe tapicskoljuk majd a vásznat, és egy gyönyörű fali kép lesz a végeredmény. Nem is telt bele szerintem 10 perc, és készen lettem ezzel a vászonképpel, készítsd el, vagy pedig nyerd meg, szeretném ezt köztetek kisorsolni, mert sokszor írjátok, hogy sorsoljam ki, amiket készítek. Hát íme, ezt kisorsolom azok között, akik fel vannak iratkozva a csatornámra, és megírják, hogy majd az egész videóból, az összes ötletből melyik a kedvencük. Most pedig azt fogom megmutatni, hogy hogyan készíthetsz el egy teljesen egyszerű kartonpapírra egy kaparos sorshegyet. Valóban le lehet majd kaparni, megmutatom a trükkjét, és alá pedig helyezz el különböző nyereményeket, a fantáziádra bízom, hogy mit, amit szívesen adnál szerettednek. A kartonpapíron kívül szükséged lesz egy fehér zsírkrétára, valamilyen erősebb színű akrilfestékre, fekete filcre és dekorációs papírokra. A készítés titka abban rejlik, hogy megírod a nyereményt, majd fehér zsírkrétával leszínezed a teljes felületét. Ezután jöhet rá az akrilfesték, amit a zsírkréta tetejére festesz. Amikor az akrilfesték megszáradt, akkor már lehet is kapargatni. Az emoji fejeket mai videómból sem szeretném kihagyni, hiszen ezt mindig nagyon szeretitek. A múltkor, amikor a legújabb emoji fejekből készítettem párnákat, ezt a videómat ide kattintva nézzétek meg, ha még nem láttátok, akkor is azt is nagyon szerettétek. Arra gondoltam, hogy a mai szeretnivaló videómban szív alakú emoji fejeket fogok készíteni, amikkel dekorálhattok tányérokat, falat, vagy akár füzetborítót is. Ezekhez a dekorációkhoz sárga, fekete és piros színű filcanyagra lesz szükséged, de akár ugyanilyen színű kartonlapokból is elkészítheted. A filceket a legegyszerűbb ragasztópisztolyjal összeragasztani, úgyhogy ezt a technikát használtam én. Ha kartonlapokból készíted el, akkor egyszerű stiftes papírragasztó is megteszi. Thank you.
Most jön a kedvenc dekorációm, ha mondhatom ezt, mert ez egy nagyon vidám és interaktív ajándék lesz, ugyanis lufikból fogok kialakítani egy feszített vászonképre egy hatalmas szívet, egy hatalmas vászonképre. Egyébként ezeket a vászonképeket különböző méretben itt a Kikában megtaláljátok, érdemes itt is szétnézni. És mindenféle ilyen romantikus színű lufiba elhelyezek egy-egy ilyen kis cuki színes papírra üzenetet. Ezeket aztán ragasztópisztolyjal fölragasztom erre a vászonra, így vászonkép lesz, illetve amikor átadod, akkor ilyen varázsnyilakkal, hogyha kipukkasztjátok, akkor mindenki megkapja a saját üzenetét. Most pedig egy különleges fürdőbombát fogunk gyártani, már korábban is készítettem ilyet Gabival, ide kattintva nézzétek meg, ha még nem láttátok ezt a videómat, de ez formailag más lesz, illetve egy üzenőkártyára fogjuk fölhelyezni, és így adhatjátok majd ajándékba. 3 darab szív alakú fürdőbombához szükséged lesz 150 g szódabikarbonára, 75 g citromsavra és 75 g kukoricakeményítőre. Ezen kívül, mivel most én piros szívalakot, vagy ilyen rózsaszínes szívalakot képzeltem el, rózsaszínű, illetve piros ételfestékre, egy kevés kókuszolajra, hogyha szeretnéd, hogy sejmes legyen majd a megajándékozott bőre, illetve illatanyagra, ezt illóolajból a kedvencedet választ ki, és azt keverd majd hozzá. A száraz hozzávalókat keverd össze egy nagy tálban, majd óvatosan add hozzá a folyékony ételszínezéket. Ezután a masszát helyezd bele egy szilikonos muffin formába, és hagyd megszáradni. Amikor megszáradt, már kiveheted a formából, és én egy ragasztópisztoly segítségével rögzítettem a kísérőkártyán. Most pedig egy gigantikus szív alakú párnát fogunk készíteni, ami teljesen varrásmentes lesz, annyira, hogy még ragasztópisztoly sem kell hozzá, nemhogy tű meg cérna. Egyszerűen egy polár anyagból, vagy egy szőrös takaróból is elkészítheted. Pirosban, rózsaszínben, de szerintem fehérben is fantasztikusan mutat, azért készítem fehér szőrös takaróból, hogy egész évben pompázhasson a kanapén. Hajtsd félbe a takaródat, és rajzold meg a szív alakot rá. Vágd körbe, és cakkozd be ollóval a szélét, olyan 10-15 cm hosszan. Most jöhet a csomózás, haladj körbe, csomózd meg minden szálat. Mielőtt befejeznéd, hagyj egy 10 cm-es rést, és tömd bele a párna tölteléket. Végezetül csomózd össze a maradék szálakat is, és készen is van a gigantikus szívpárnád. Ha szeretnéd megnyerni ezt a képet, akkor nincs más dolgod, mint iratkozz fel csatornámra, és kommenteld a videó alá, hogy melyik volt a kedvenc ötleted. Ha valami ehető finomsággal szeretnéd elkápráztatni szerettedet, akkor látogass át gasztró csatornámra, idekikkel vesz megteheted, nagyon finom, csokival töltött eppel receptet osztottam meg veletek. Remélem, hogy legközelebb is találkozunk, sziasztok, szép kreatív napot!